az első gyertyagyújtással kezdjük majd advent első vasárnapján, december 1-én a város központjában. Mi vagyunk az egyik szervezői ennek a közös adventi gyertyagyújtásnak. A Prokultúra Szukkárpátikával együtt, ez lesz az első ilyen programunk. Előző nap a gyerekek, a hittanosok megfonják az adventi koszorúkat itt együtt a plébánián. Majd mikulási ünnepség lesz egybekötve mézeskalás üttéssel, ez is egy gyerekprogram. Akkor lesz egy karácsonyi koncertünk, amelyikre plébános atya meghívta a különböző egyházközségek kórusait, és ők lépnek fel majd a templomunkban. Ezen kívül egy Betlehem készítő versenyt is indítottunk. Minden család, illetve nem csak családok, hanem egyének is elkészíthetnek bármiből Betlehemet. Tehát akár gyufából, gyurmából, gyöngyből, tehát ez most rájuk van bízva. Egy ilyen karácsony előtti programunk is van, és hát természetesen minden reggel ugye ez a hagyományos roráté mise, illetve nem 6-kor, fél 7-kor kezdődik majd minden reggel, ami sötétben kezdődik. Ez egy nagyon hangulatos áhítat, azt nagyon szeretik, szerintem fiatalok is, meg idősebbek is. Fárasztó felkelni reggel, de ennek van egy hangulata, ennek a hajnali misének, és ez minden advent hétköznapján megvan nálunk.